Sok szeretettel üdvözlöm a Dribble Hungary követőit, rajongóit, nézőit. Elérkeztünk a második selejtezőhöz. Itt Matthew, viszont aki esetleg jobban megnézte esetleg a bracketteket, az láthatta, hogy Gonfi is játszik jelenleg, a Starving for Bus csapatát erősíti. Ennek ellenére viszont nem vagyok egyedül, ugyanis jelentkezett a csapatba egy új kommentátor. Mutatkozz be, kérlek! Hello, sziasztok, Szösti vagyok, és én azért jövök, mert érdekel így a komment. Kicsit a játékhangon lejjebb veszek. És így körülbelül ennyi. És akkor bízunk benne, hogy te is értékes tapasztalatokkal fogsz majd így gazdagodni. És akkor térjünk is rá, a mai csapatokra. Kik fognak játszani? Jaj. Egy kis pillanat türelmet, és hamarosan vissza is térünk. És csak közben kint kiderült a játékon belüli hogy mondják azt, felületen elírtuk a kék csapatnak a nevét, úgyhogy igazából ez volt az egyetlen technikai probléma. Most remélhetőleg ugyanolyan probléma, mint a előző selejtezőn nem volt. Na de közben nézzük is meg a két csapatot. A kék csapatnál Spectra, Piro, illetve Norbi fognak majd játszani. Nekik ez az első selejtezőjük, amikor megmérettetik magukat. És ha jól látom a bracketteket, mármint úgy így az ágrajzot, akkor igazából egy mérkőzésen kellett magukat túlverekedniük, az viszont egy komoly küzdelem lehetett a Rocket Eagles ellen, amelyikben Dominic Nemlum, Savitar, Liti, illetve Crunchy játszik. A Vikingsnek viszont két mérkőzése is volt már, a Proketeers, illetve a Greenlaw ellen is kétszer 2-0 arányban győzött, így azért lehet mondani, hogy jó formában van a narancsárga csapat, és az eddigi... Mondjad? Reméljük nem esnek ki a formájukba. Bízzunk benne. Bár azért azt hozzátenném még, hogy a csapat a nyári idézőjeles átigazolási időszakban leigazolt egy új játékost, Headhunters néven. Tazul ugyanis abba hagyta a játékot, és hát ugye helyére érkezett ő. Na de ne is húzzuk az időt. Adjuk meg a játékosoknak a sípszót. Így van, kezdődjön a játék. Izgalmas lesz. Egyébként, hogyha bármi gond van a második kommentátor nevével, akkor nevével, hangjával, akkor nyugodtan jelezzétek vissza. Mármint így a hang erejére gondolok. Piro lövi előre a labdát. Kéktek van, felényben van. Ezt nem egyébként úgy van, mint egy kicsit halkabb lennél. Nem tudod felvenni kicsit a hangerődet a telefonon? Hát az a gond, hogy nem. Az a gond? Ez a max. Hát akkor... De Morfi, hogyha a mikrofont a szám elé tartom, akkor jó. Hát... Nézői visszajelzésektől függ. Na de közben nézzük a mérkőzést is. Rendben. Démon. Headhunters arra nem jön. Norbi előre. Norbi előre. Hoppá! Jó sikat! Igen. Piro esetleg. Démon véd. Norbi, megy is a kipattanóra. Kapufa. A kék csapat nagyon támad. Igen, tehát nagyon nagy offenzív alá veszik a narancsárga kaput. A Vikings egyelőre álljon. Igen, most üresen volt a labda. Igen. Spectra, üres a kapu, de Józsi visszaér. Így van, óriási védés volt. Norbi előre. Norbi, nem volt ez egy jó labda átvétel. Hát... indítaná Kuzsikát, de Démon... Nagyon nagy nyomás alá helyezik. Nagyon nagy nyomás alá helyezik a narancsárga csapatot. Igen, és az ott egy üres kapu is lehet. Igen, akár egy üres Piro nem ér vissza. Megszerzi a vezetést a Vikings.
kommentátori double commitekre figyeljünk oda, mint ahogy a játékosok jó, és Wasslinger figyelnek. Nagyon kitámadt itt a LAN Fiesta, akiknek a neve játékon belülivel, hogy mondják azt, ellentétben, legalább a közvetítéssel jól van írva. És 1-0-ra vezet a Vikings. Józsika. Na most Démon esetleg? Na. Igen. Józsika most egyedül van hátul, de visszajönnek a csapattársai is. Igen, és egy jó 50-50-nel fel is tudta szabadítani a kapuját. Headhuntersbe középen. Ezt Pirónak beadták. És így egyenlít Piró már. Piró figyelte is, és végül elmegül olvassa le Headhunters, nem Headhunters, hanem jól láttam, izé volt az Démon. Nem vagyok biztos. Nem, Headhunters adta le neki. Á, akkor jól láttam, elsőre köszi. Szívesen. És ezzel egy-egy az állás. Piró. Norbi. Spectre előre. Azonban nincs elő senki. Hoppá, viszont így is épp a gyűrűre se tudta játszani magát, Headhunters tisztázik jól. Piró esetleg ceiling. Nagy clear. Ha. Spectre alá szalad, és Spectre az akár open lehet. Kettő az egyben mehetnek. Józsika. Kár érte, de még talán ott lehet a helyzet. Nagy centerezés és kapufa. Headhunters kapufa. Headhunters agresszíven. Démon. Démon előre. Józsika is repül rá. Picikét meg tudta talán zavarni Spectrát. Józsika. Hazadás, igen. Headhunters viszi át keresztbe. Ami amúgy veszélyes egy dolog. Igen. De Józsika majdnem segíti is a LAN Fiestát. Józsika! Démon. Kicsikét ember előnyben van itt most a Vikings. Igen, Headhunters. Weird demo volt. Igen, Spectra indulna a bal szélen, Démon. Beközépre az nem biztos, hogy jó lesz, de Józsika kisegíti. De Józsika. Igen. Vikings játékában azért látok pontatlanságot, viszont van Rota az egyelőre náluk, ezt ellensúlyozza. Leszámítva a kapott gólnál. Józsika. Érjük. Viszont a mérkőzés összképe alapján sokkal többször kell nekik védekezniük, mint ellenfelüknek. Norbi beközépe, Spectra! Esetleg, gól! Szép összjáték volt a két játékos között. Norbi. Szép 50-50 után becenterezi, Spectra pedig üres kapura. 2-1. Hát nem volt új nehéz dolguk. Így van. Fordítanak 0-1-ről. Démon, egy flip visszetet megkapja, de gól! Ó, így is gól, ha nélkül. Hát nem voltam benne biztos, hogy ez flip reset volt-e. Hát nézzük. Nem volt teljes terjedelmében, de így is olyan redirectet tudott adni ki a labdának, hogy erre nem számíthattak a védők. 2-2. Így ismét egyenlítés. Démon, és az 50-50 után akár támadhatnak Norbi. Headhunter? Józsika. Játékbeli statisztikák alapján egyébként Headhunter talán egy kicsit megilletődött lenne, Démon is Józsika viszont. Tartják a lépést. Ők már hozzáfogtak az ilyenhez. Hát igen. Hoppá, Headhunters kicsit alá szállt. Erre a fiasó meccsen is részt vette. Hát igen, meg a Champion Divízióban is, ez viszont egy védelmi hiba. Spectra használja ki. Egy 3-2. Józsika már nem tudok mit tenni. És van-e annyi a Vikingsben, hogy visszahozzák még ezt a mérkőzést valahogy? Bár még azért sok idő hátra van, egy gólt még bőven lehet találni. Egy perc alatt három gólt is lehet rúgni. Így van. Egy jó centerezés lehetett volna, de Piro ott volt. Piro már. Piro rúgja előre. Norbi. Norbi honnan repül le? Óriási lövés, óriási lövés volt. Így van. Bocsánat, hogy belét folytom a szót, de tényleg ez egy óriási helyzet volt. Persze. Norbi. Norbi ezt egyelőre jól oldja meg. Egy az egyben, és már egy a kettőben, de Headhunters. Az első, úgymond, védőjátékosabb végállomás. Démon, hoppá! Hey, kapufa. Nem csak a múlt. Ezik Headhunters. Spectrálni kis gellert kap a labda, Piro igazítja meg. Igen, Démon jön. Pont Piróra üti rá. Headhunters mellett elmegy. Piro, megy föl Spectra is!
Óriási gól! Óriási csapatjáték volt. Nézzük, Piro csodálatos passzad, Spectre repül, és nincs kérdés, belövi. Gyönyörű találat egyébként, és ezzel talán el is döntik ezt az első mérkőzést. 20 másodperc a véget, legalábbis nem látok reális esélyt arra, hogy Vikings ezt visszahozza, mérkőzés képe alapján, meg pláne nem. Démon. Lepasszolja Headhuntersnek. Jó, az összejáték, még talán abból egy gyors kontra. Spectra végállomás. Snorbi, szép ribány. Hoppá, Norbi egy... ribány lett, igen. Hát és ennek a meccsnek vége is, ahogy leér a lapta. Így van. Az első mérkőzés tehát nem a Lach, hanem a LAN fiesztájé. De esetre a mérkőzés képe alapján a Vikings nagyon sokáig tartotta velük a lépést, és rá is tudott ijeszteni bőven ellenfelére, de a végén aztán eldöntötte ezt az összejátékot, az összecsapást, tehát az első mérkőzést. Na de nézzük, hogy vajon a második mérkőzésen tud-e valamit változtatni a hát, játékán a... Ki tudja, majd meglátjuk. Jaj, én közben... Ezt a meccset már a fáradtság is eldönthette. Hát, igazából. Azt még talán nem mondanám, az már inkább a vigaszági döntőben. Mert azért Démonék kérlek, nyomj elég rendesen küzdöttek. A Vikings csapata elég rendesen küzdött azért, hogy idáig jusson. Így van. Kérlek, nyomd meg a Reddit. Bocsánat. Jaj, semmi. Azért is szóltam. Akkor menjen a következő meccs. A LAN Fiesta 1-0-ás vezetésével. Jaj. Azt hittem, már nekem kell szólni a játékosoknak megint. Csak észrevették. Mhm. Uh-huh. Sajnálni kell. Jaj. Egyébként talán Headhunters volt az, aki talán mint egy minimálisan megilletődőbb lett volna, viszont ez egy jó kick-off és megszerzi a vezetést a Vikings. 1-0. 3 másodperccel a kezdés után. Nem haboztak. Persze itt még nem dölt el semmi. Egyértelműen nem, még azért nagyon sok idő van addig hátra. És egy újabb kick-off után, Démon 1-1-ben Piróval, de Piró! Ha? Jó zsika még, ott maradhatott volna. Norbi. Nem jó a ceiling shot, Piró Mark. Piró, kényei ceiling. Meg is el jó. Headhunters ütött el előre. Norbi, lekészíteni, de Démon ott van. És mehet Démon a kár. Démon előre. Piró. Elég kellemetlenül ért vele Norbi. Nem, Norbi nem éri el, totál biztos voltam benne. Headhunter! Íj, és kapufa! Még mindig ott van, és ő lövi be végül a saját kapufáját. 2-0 már a Vikingsnek. Kicsit összefették magukat a srácok. Igen, meg Headhuntersnek is megvolt itt a lélek jelenléte, hogy nem keseregni azon, hogy ebben nem lett gól, hanem látta, hogy azt még belőheti simán, és meg is tette. Először vezet 2 góllal a narancssárga csapat. És lehetett volna akár abból 3 is, de Józsika ezt a lövést belelőtt a védőjébe. Viszont, mint hogyha meg lenne ijedve, vagy, inkább megszeppenve lenne ez a LAN vagy La Fiesta nevű csapat. Hát igen, most kicsit meggyengültek. Egyelőre nem hozzák azt a formát, amit az előző mérkőzésen láthattunk tőlük, vagy lehet, hogy csak igazából visszavesznek. Azért a Rocket Eagles ellen... Akár az is lehet. Azért a Rocket Eagles nem egy gyenge ellenfél, és azért ott valószínűleg minden tudásukra szükség volt, hogy tovább jussanak. Mint hát ismeretes lehet. 2-1-re tették ezt meg. Viszont akkor az első mérkőzést megnyerték, szóval... ugyanúgy, mint ezt a mostanit. Szóval ezért nem szabad temetni senkit, meg azért tényleg azért Best of 3, hogy 2-t kelljen nyerni. Józsika egy pincs. Sőt, az akár még veszélyes is lehet a kapura, a piróvéd. Van itt még remény, bőven mindenkinek. Spectra, ki tudja védeni? Nem, Norbi véd helyette. Sőt, hogy ő is indul meg a jobb szélen, Démon állítja meg. Józsi pedig jól ér bele, de igazából ezzel el is hal a támadás. Megint a teljes helyzetben volt a labda. Most esetleg a kék csapat támadhat. Támad is, Démon elütti Piro elől.
Most sokkal jobban rotálja a Vikingsnek, mint az előző mérkőzésen. Igen, egyébként elfejtettem mondani a mérkőzés előtt, ne felejtsétek a giveaway, Piro Márka képen a kék csapatban játszik, az ő felajánlásával nyerhettek egy Rocket Pass prémiumot, így van, Józsi nem tudja belőni. És a közvetítés leges legvégén sorsolunk. At Hunters. Addigra valószínű, hogy Gampi is megérkezik. Hát igen. Kíváncsian várjuk egyébként, hogy milyen eredményeket fognak majd produkálni. Egyébként nézem itt a eredményeket, és ahogy látom, a THBP nevű csapat a második győzelmét aratta Ligaszágon. A másodikat egészen pontosan pont Gonfi csapata ellen, így lehet, hogy Gonfit akár a következő mérkőzésen is itt fogjuk hallani, illetve üdvözölni a kommentátori állásban. És mindezt amúgy volt időm elmondani, mert amúgy nem történt semmi a mérkőzésen. Hát nem igazán. Viking szája íze szerint alakul eddig ez a küzdelem. Meg sajnos a kék csapat be van rekedve. Nem tudnak gólt lőni egyszerűen. Még látszik bennük a küzdeni akarás, de egyszerűen nem tudnak gólt lőni. Narancsárga csak... Hát gonfiátok! Ez első gonfiátok! Meg sem szólaltam. Így van. Démon nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt itt, ezzel nem tudott mit kezdeni, és hát... igazából... 2-1 ezzel már, 2 perccel a vége előtt. Démon. Talán még úgy pattan az a labda, nem tudja belőni a labdát, Headhunters. Egy double tapre nem Norbi üti ki. Nem, Norbi el. Azt hiszik el alapján, hogy Norbi a legaktívabb a kék csapatnál. Igen. És viszont a Vikingsnél meg Headhunters az, aki talán belejött itt a bugiba. Norbi! Ó, második gól és egyenlít, Norbi. Pont az ő nevét mondtam is egyébként, hogy ő a legaktívabb, már második gólja valóban, és döntetlen ezzel az állás. Spektrától az egy mesteri passz volt. Az itt a csapatjátékról van szó, akkor tudják, hogy hol a helyük. De a kickoff után... Nézzük, a kickoff gól! Démon! Első gólja. Elég érdekes volt. Ezt amúgy nem tudom, hogy pattant. Hát elég érdekesen. Démon így akarta, akkor zseniális. És nem volt sokáig döntetlen az állás. De még van hátra másfél perc, Headhunters. Elhagyja Józsikának. Kicsit lassan, de végül érkezett is Józsi bácsi. Az 50-50 után... eléggé nagy tumultus alakult, igen. Kb. Mind a hat autó egy zsebkendőnyi területen belül volt ott. 50-50 után egy picikét fejlegezhet a Vikings, de még nem teljes egészében. Norbi be középre. Norbi egy centeretés. Norbi egyébként ott játsza át a Vikings játékosait, ahol akarja, de Spectre és Piro az, aki nem tudják tartani vele a lépést. És ezt eddig mesteri a használja ki a narancsárga csapat, bár Norbi mondjuk most... nagyon formában. Egyértelműen. Norbi második helyezést ért el legutóbbi trió kapon oldalán, tehénkével, illetve redirektel. De szerepet már korábban 2v2 LAN döntőn is, szóval rutinos játékosról beszélünk. Utolsó fél perchez érkezünk, és kitart a Vikings? Meg tudják-e tartani az egygólos előnyüket, vagy esetleg rárúgnak-e még egyet? Vagy visz megmenti a hosszabbításra ezt a találkozót? Hát, hogy Norbi egyenlít. Nem, így történt. Démon védi óriási bravúrral a lövését. Még van 10 másodperc, bő 10 másodperc, hogy egyenlíthetnek. Igen, és látni is, hogy már mindent feltettek egy lapra, mert innentől kezdve már mindegy, hogy 4-2-re vagy 3-2-re kapnak ki. Piro egy lövés, Démon véd. Démon kivédte. Itt már eldőlt. Még nem dőlt el, még fel, amíg fönnön a labda, addig nem, de ez egy óriási fék volt. Most már igen. És ezzel igazából a második mérkőzés a Vikingsé. De ahogy látom, Gamfi már itt van Discordon. Hát akkor majd a következő mérkőzésen csatlakozik hozzánk nagy valószínűséggel. A harmadik mérkőzés dönt arról, hogy melyik csapat juthat be a nagy döntőbe, tehát nem a nagy döntőbe, hanem a győztesági döntőbe. Egyébként az a mérkőzés egyrészt arról dönt, hogy melyik csapat jut be az Elite Divisionbe, másrészt pedig aki odáig eljut, az a csapat már biztosította helyét a Pro Divisionben. De azért ezt a két csapatot elnézve azért szerintem ennél nagyobb
reményekben. Tehát a nagyobb célkitűzésekben reménykednek. Kérlek, nyomd meg a Reddit. Azonnal. És következik a harmadik mérkőzés. Na, már csatlakozok is a játékosok. Oké. Okay. Nézzük ki üdve a döntőbe. Egyébként, ahogy látom, lassan alakulgat a ellenfél. De te még nem, de őre a másik ági elődöntőben a Diablo játszik az Ezijesztővel. Még a veszteságon jelenleg Green Lab Racketigöz, illetve Black Spice THBP párharc van. Annak a mérkőzésnek a győztese ennek a találkozónak a vesztesével fog találkozni. Még a másik ág elődöntő, vagy a Green Lab-val, vagy a Racketigözzel fog. Közben Norbi volt lő, majdnem, hogy. Volt lő, hetet volna, de Headhunter zöjtte, Piro. Spectra, Piro-ra még talán mehet. Nem, Józsika, semmiből berobban valahogy ki tudta védeni. Most látszik az, hogy... Valóban. De azt akartam még mondani, hogy látszik egyelőre a... Hoppá, óriási 50-50, de Spectra ott van. Józsika, elhagyja. Démon. Még azt akartam mondani, hogy látszik amúgy, hogy a LAN Fiesta egyelőre. Pillanat. Jönnek itt a mentők. Hát akkor átment az információ, hogy jönnek a mentők. De a harmadszorra csak befejezem a gondolatomat. A LAN Fiesta játéken azért látszik, hogy ott folytatják ezt a harmadik mérkőzést, ahol az előzőt abba hagyták ugyanazon a maximum fokozaton. Vikings nem is nagyon támadott még. Egy lövés volt Headhuntersnek, de már 5-nél tart a LAN Fiesta. Vagy LA Fiesta. Viszont Józsika... Hú... Igazából nagyon mellé, de kipattanó! Úristen, mekkora védés! Hol volt ott Norbi? Nem is láttam, én már mondtam volna, hogy 1-0. Na, ott vagy valahol a sarokban. Megbújt, mint egy pók. Az inkább a felsőben szokott, de valóban. Norbi, Józsika üti ki. Spectra, vissza középre. Jó, érkezett rá, de Démon. Nem, Józsika volt az, bocsánat. Démon hozza előre. Azon most Spectra elmámpolta. Nem, Józsika előre. Ez nem jó, Piro Mark üti el előle. Démon, világ minden idejével. Megy is rá, elüti Norbi elől. Most kettő a kettőben támadhatnak. Hát Headhunters be középre, de az nem lesz jó senkinek. Tették játékosnak. Kicsit üres a narancs kapu, hogyha meg tudnak indulni. Némon ott van hátul, de egy az egyben Spectrával, aki csem kettő és ellene nem szabad egy egyben maradni. Józsikának kell figyelni enni a szituációnál. Norbi. Norbi, lövés. Hát nem volt benne sok erő. Pirónak kell figyelnie, figyel is, de kevés boosttal. Behagyja a labdát. Józsika, még mindig ott van a kapu előterében. Hunters érkezik rá, de inkább igazából ezt nagyon lövésre nem is tudta volna irányítani. És talán, mintha kezdene egyre aktívabb lenni az ellenfél kapujánál a narancsapat, Pirótól egy óriási védés most már. Nem kevés helyzetei van, igen, kevés helyzete van eddig a Vikingsnek, de mind a kettőnél egy óriásit kellett védenie valamelyik kék játékosnak. Nagyon szoros egy mérkőzés. És egy megpattanó lövéssel megveszerzi a vezetést a Vikings. De azért ez egy nagyon szerencsés találatot, nézzük. Egy Piro Márkon pattam meg a labda. Nem is láttam még egyébként hasonló megpattanásokat ebben a játékban. Illetve már tudom, amiből így gól lett volna, de egyébként jójási Geller volt, és ezzel vezet a Vikings. És úgy néz ki, hogy jelőre ők vannak, legalábbis hogy ők jutnak be döntőbe, de hát még bőven elég sok idő hátra van. Piro. Headhunter egy kincsel próbálkozott. Józsika. Spectra előre, de nem jó, Démon! Mellé vagy fölé. Igazából mind a kettő is. Norbi! Lövi? Mellé. Majdnem. Piro pedig azt nagyon mellé lövi. Arra szerintem, hogy Norbi ott maradt kint a sorokban, akkor viszont egy nagyon szép passz lett volna. Démon pedig nagyon türelmesen, de ez nagyon veszélyes játék tud lenni. Jaj. Igen, el is repült ott mindenki. Headhunter Zed. 8 védésnél tart egyébként a Viking csapata, és 4 kopra lövésnél tartanak, még a La Fiesta. 10 lövés, 3 védés, tehát látszik azért, hogy itt a felborulna a pálya. Viszont ez a védekezéses, kontratámadásos játék a Vikingsnek nagyon fekszik egyelőre. Utolsó 1 perc. Spectra, double tap.
Meg lehet a double tap-e mellé, és démon üti ki. Van pirulnak kell hátrafértnie. Hoppá, azt viszont Spectre elmérte és Headhunters használja, aki 2-0 duplázik ezzel a Vikings játékosa. Valószínű is hittem, hogy megvittelte a pirót is, Spectre vitte. Igen, nem, valószínűleg nem számított arra rá. És ezzel óriási bajban a LAN, inkább azt mondom, hogy LAN Fiesta. Démon, ezt elhagyja a Headhuntersnek, de Norbi el tudja pöckölni előle. 40 másod lesz a hátra, elég szűkösebb a helyzet. Piro, egy hazaadás, most már igazából veszíteni valója nagyon nincsen a LAN Fiestának. Józsika, egy fék, Spectre előre. Az nagyon mellé és fölé is. Igen, Piro, de Spectre elütötte előle. Ez egy nagyon nagy kommunikációs probléma. Headhunters! Annyi is lett, és ezzel el is döntötte. A Vikings jut tovább a győztesági döntőbe, és a LAN Fiestának úgy néz ki, hogy igazságon kell kiharcolni az Elite Divíziót. Legalábbis kötve hiszem, hogy ezen a mérkőzésen ez a Vikings 3 gólt kapna. Hát, szerintem a védekezés erre a mérkőzésre már annyira összeállt, hogy ezzel már nagyon nem is tud mit kezdeni. Még talán egy szépítő gólban reménykedik a kék csapat, de már nagyon ezt se forszírozzák. Vikings 0-1-ről fordítva 2-1-re megnyeri ezt a szettet, és tovább jut a győztesági döntőbe. Nagy mérkőzés volt, és tényleg nézd meg a számokat, egyébként ugyanezek a védési számok voltak, jól láttam, 1-0-nál is, tehát igazából szerintem az a második gól pecsételte meg ugye a sorsukat, mármint a La Fiesta sorsát. És kezdve egyébként gyors megnézem a Diablo 2-0-val jutott tovább az EZ-től. Úgyhogy a Diablo-val fog majd játszani a Vikings a döntőben. Hát az azért egyértelműen egy komolyan mérkőzés lesz a narancsárga csapatnak, míg a LAN Fiesta még egyelőre riválisra vár. Black Spice THBP csapat